Tudyi Márta mesterkozmetikus a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt! És az arctisztítás fontosságáról fogunk beszélni, ami nyilván mindig fontos, de nyáron vannak olyan szempontok, amik mondjuk télen nincsenek. Ezek mik, és mikre figyeljünk? Hát ugye nyáron jobban izzadunk, ebből kifolyólag előnyösebb, hogyha vízálló sminket használunk. És ugye azért a vízálló sminknek a lemosása nem annyira egyszerű, mint az egyéb sminkeknek. Ugye az egyéb sminket... Eltömíti a pórusokat, nem a bőr? Hát egyrészt, meg ugye speciális oldószer kell hozzá, ami ugye jobban leviszi. Ugye egyébként most kicsit már előkészítettem így a kezemet, különböző ceruzákkal, szemceruza, szájkontúr ceruzával így húztam csíkokat, hogy például meg tudjuk azt próbálni, hogy ha csak simán vízzel próbálnánk ezt letörölni, akkor ugye... Igen. Tehát ugye sokan azt mondják, hogy ó, milyen jó, hogyha vízzel lemossuk az arcunkat. Hát igen, csak... Ebből teljesen, rengeteg ott maradt, igen. De ugye, hogyha speciális oldószert használunk, tehát ami kimondottan a vízálló sminkekhez van, akkor lényegesen akkor egyszerűbben. Hát, igen. Szinte azonnal leviszi, és nem kell dörzsölni, ugye, mert azért azt is figyelembe kell venni, hogy ez mind a szemünk körül történik. Tehát ugye, hogy így aszatoljuk, az nem igazán tesz jó, tehát a legvékonyabb a bőr, egyrészt belemegy a szemünkbe, tehát az irritálhatja. Tehát mindenféleképpen kell, hogy jó alaposan lemossuk. Milyen vízálló sminklemosót mi tudunk otthon készíteni, vagy azt nem? Igen, tudom? igen. Nem is kell készíteni, készen van. Csak bemegyünk a konyhába, elővesszük az olívaolajat. Az már egy kész sminklemosó? Ez már egy kész sminklemosó. Azért csináltam ilyen sok csíkot a kezemre, hogy ki tudjuk próbálni. Igen. Ha. De jó, na hát, ez nagyon és... jó. Igen. Hát szinte még jobban, mint igen, a... Igen, most ha többet öntöttem volna rá, forró, nem akartam, hogy itt szép... Forró vízbe letesszük, és megkészkezi a spagettit, vagy bármi. De tessék, nézd meg. Készített beledobálni. Teljesen tökéletes ellent van, és nem kellett gyaszatolnom semmi. És ápolja a bőrt, nem? És még ápolja is bőrt. Igen, igen. De ugyanezt meg tudjuk csinálni például a kókuszsírral is. Az is ugyanilyen gyönyörűen leviszi. Na hát... Hát ebből is most csak egy kis mennyiséget. Persze. És az is leszedi. Tehát akkor ajánlod azt, hogy... Ennyire egyszerű. Ez zsíros bőrűeknek is jó? Igen. Vagy utána valahogyan azért le tudják szedni ezt a... Igen, igen, és akkor utána, ezután mindenki használhatja a bőrtípusának megfelelő arctejet, amivel egyébként is arcot mosna, ha tegyük föl, nincsen rajta smink, mert ugye akkor is a levegőből, tökéletesen lent van, abszolút. Akkor is ugye a levegőből, főleg ugye a fővárosban ez a szép tiszta leveg ugye rárakodik a bőrünkre, azért a bőrünknek van egy kiválasztó funkciója is, ugye, ami a bőr felszínére kerülnek, méreganyagok, fagyumirigy, verejték, stb. Tehát ezt a bőrtípusnak megfelelő speciális és arctejjel tökéletesen le tudjuk mosni, de ha netán mondjuk ez is elfogyott, és kényszerhelyzetben vagyunk, nagyon jó, megteszi ezt. Bocsánat, szerintem a következő kérdés eddig senki nem tette föl világegyetemben. Én vagyok az első. Így figyelj most, én vagyok az első, tehát őspremier. Tehát, hogy bekeni magát mindenféle napvédő tejekkel, magas faktorú, ugye? Igen. Azt le kell mosni? Igen. 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 Tehát a legtöbb ember ott hagyja, tehát amikor elmegyünk a napozásból haza, akkor azonnal le kell mosni. Igen, le kell mosni. Tehát ezért mondtam azt, a külső szennyedőzés, egyebeket, amiket rákenünk, smink, napozószerek, a klóros víz, a tengervíz, a sósvíz, ezt mind tökéletesen le kell mosni. Hiszen, hogyha nem mostuk le tökéletesen a bőrünket, és utána akarjuk használni a világon legjobbnak kikiáltott jó minőségű krémet is, ugye nem tud tökéletesen beszívódni, hiszen azért ott van egy réteg, ami gátolja, arról nem is beszél. Ha liposzómás készítményt használunk, ugye a liposzóma mindent beránt magával. Igen. Na most azért ezeket a festékeket vagy egyéb anyagokat szerintem senki nem szeretné, hogy a bőr mély rétegébe eljusson, tehát nem kívánjuk, ezt ugye el kell távolítani. Tehát tulajdonképpen a letisztítással a bőrünket előkészítjük arra, hogy utána tudjuk ápolni. Hát mondjuk a télen a sáros cipőt, hát nem hozunk a bőrt. Igen, a boxot nem kenjük a tetejébe, ugye ott is először a sáros cipőt lemossuk, és csak utána boxoljuk, hát a bőrünk ezt nem érdemli meg. Le rólunk ezek a magas fényvédőfaktorú naptejek? Mert ugye mindig hallom, hogy fürdés után újra kell kenni. Igen, ezeket. Igen. Tehát vannak vízállóak is, de a vízálló is körülbelül egy olyan 2x20 percet bír ki, tehát ezeket mindig értelemszerűen újra kell kenni. Tehát rendszeresen, akár vízálló, akár nem vízálló, egy bizonyos idő után újra kell kenni, viszont ami nagyon fontos, hogy ilyenkor ugye az időtartam az nem fog újraindulni, hanem csak az eredeti időtartam érvényes. Tehát, hogyha valaki használ bizonyos fényvédőt, és azt mondjuk, hogy na 60 percig óvja a
bőrét, hiába keni be fél óra múlva újra, nem lesz újra a 60 perc, nem újabb 60 perc, hanem az alap 60 perc az érvényes. Aha. Igen, igen. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. És amikor a bőrünket így letisztítottuk, láttam a sminket, minden szennyeződést eltávolítottunk, utána tonizáljuk. Most a tonikot nagyon sokan azt hiszik, hogy a tonik is arra van, hogy hú, letisztítjuk vele a bőrt. Igen. Nem. A tonik az arra van, hogy miután a bőrünket letisztítottuk, ugye a pH érték ilyenkor elcsúszik. És a tonikkal tudjuk a pH értéket helyreállítani, és ugye a krémek, azok az ideális pH értékű bőrre vannak készítve. Tehát, hogyha a pH értéken is még dolgozni kell. Ez a tonik, ez egy ilyen felesleges. Nem, a legfontosabb, a legfontosabb. Aha. Ugye felfrissíti a bőrt. Tulajdonképpen a tonikkal készítjük igazán arra elő a bőrt, hogy az utána levő kozmetikum, teljesen egy nappali krém, éjszakai krém, pakolás, max, szérum, teljesen mindegy, milyen stádiumban vagyunk, hogy azt a bőr tökéletesen föl tudja szívni, és azt tökéletesen ki tudja fejteni a hatását. Én mekkora hibát követtem? Én is, te most jövök rá. Nem korrigáltam magam. Én sem, de most rohanok hazafele mellett, komolyan. Nem, de komoly a dolog. Tehát igen, igen, tehát ugye legelőször távolítsuk el a sminket, utána jön a bőrtípusnak megfelelő arctej, az egyéb szennyeződést, hogy eltávolítsuk, és akkor utána jön a tonik. Persze közben ugye bő vízzel ezt mindig leöblíthetjük, hogyha valakinek az egy kellemesebb érzés, vagy ezt jobban szeretné. Márta, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Mindig tanulunk valamit tőled. Sokat tanultunk. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönjük.